Csókolom, csókolom, kezdjünk el akkor játszani újra. Dante Live-os barátommal kezdtem el ezt a Domination-t. És valójában... Hopp, ez az. A mai nap folyamán egész nap Black Ops-ra szántam az időmet, illetve szánom az időmet. Több-kevesebb sikerrel eddig már elég jó eredményeket el is értem. A KD rátiómat azt sikeresen felhúztam olyan 1-25 környékére. Igen. Eddig ilyen 0-6-os volt körülbelül. Illetve az eddig Black Ops-ozással töltött időmet, ugye multis időmet megdupláztam. Olyan 10 óra környékén vagyok már, és azt kell, hogy mondjam, egyre jobban tetszik a játék. A famaszos kaszt az még mindig megvan, kicsi péntelést raktam rá. Nem bírom letenni egyszerűen. Most a B-t megpróbálom beszedni, remélem, hogy sikerülni fog. Ez az. Remek. És itt igazából ezt nézzük meg újra. Bestackolt ugye a kis köcsögláda. Aztán, hogyha jól tudom, itt hárman voltak. Mindjárt megnézzük. Ott volt rajtam a gránát. Igen, hárman voltak. Egyet elimináltam. Az a középső szedett le sajnos. Viszont ide még volt erőm befutni. És ezt a kis kemper kisgyereket magammal húztam a föld alá. Betegség és élő kommentár, ez ezzel jár. Gyógyulgatok azért. Ó, ellopta a killemet. És itt lesz az a pont, ami miatt úgy gondoltam, hogy ezt a meccset fel kell vennem, hiszen ebbe a helységbe beérve, ide még benézek, ebbe a helységbe beérve itt olyan szintű apriktást csináltam, olyan 6-7 embert itt simán lenyomtam. Tehát ez itt valami elképesztő volt. 2, 3, 4. Igen, és akkor itt még jön még egy hullám, mondhatta, hogy zombiztam. 5, 6. És itt volt már a 8. killstreak, 7. Remek. 7 embert itt sikeresen lezúztam. Itt visítottam már voice chatbe, így kiröhögtem ezeket a szerencsétleneket, hogy ezt kell elviselniük. Lehetne mondani azt is, hogy spawn killes vagyok, de nem tudom most, hogy az volt, amelyet viszont elkövettem egy hibát. Tehát nem néztem vissza sajnos. Na mindegy, nem baj. Hát a szűnyegbombázással nem értem el sok mindent. Viszont van még egy napalmom, amit behúzok. És már megint a kemperek. A napalm pedig még egy emberre, illetve saját magamra sikeresen rá esett. Ott sikerül még tartani. Mindjárt duplázzuk a pontokat. Nyisz. És ez viszont idegesít megint csak. Beáll a sarokba, ráadásul sniper ruha van rajta, amitől én azt hiszem, hogy nincs olyan nagyon brutális fegyver ordonál nála. Viszont ilyenkor előveszi a FAMAS-t, az MP5-öt, vagy akármit elővehet tőlem, nekem mindegy. És ez zavar engem. Zavar. Meg lesz, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Megvan. A játék végén kiléptünk a lobbiba, és utána egy olyan teamhez sikerült csatlakozni, ami
egyszerűen ilyen tiszta szégyen emberekből állt, a másik csapat meg fullosan, tehát még ennél is jobban snipolt. Engem az nagyon-nagyon kikészített idegileg. Most kezdem még csak visszaszedni, most kezd még csak visszatérni az eszem, mert olyan szinten ideges voltam, hogy majdnem befejeltem a képernyőt. Mindegy. Ajjajjajjaj. Vannak azért nagyon prók, viszont hogyha ránézünk a statra, akkor azt láthatjuk, hogy én, illetve Dante barátom domináljuk ezt a meccset. De hát na. Ó, ez a double kill, payback. És ez a kis nyomorult Kemper nem volt meg. Mindegy. Ezt nem tudom, hogy hogy csinálta. Na mindegy. Hogyan tudták ilyen gyorsan befoglalni? Nincsenek is itt sokan pedig. Na! Ah, már csak ez hiányzott. Na várjál, csak kaptok ti is. Ó, triple kill. Na ezt nézzük vissza, gyerekek. Ezt nem is néztem még meg. Hol van a harmadik? Hát persze, hogy ott Kempert. Jó van, legalább most megkapja, ami jár neki. Paf. RCXD-vel ez volt a legnagyobb killem. Egyre jobban tudok ezzel a fegyverrel lőni. Egyszerűen olyan tökéletes. Jó, erős is, nagyon jól lehet vele célozni. Halálosztó. Ja, meg már annyi challenge-et megcsináltam vele, hogy szerintem már ki is maxoltam. Itt viszont nem tudom, mit gyökérkedtem. Na mindegy. Itt alul viszont nem szoktak az emberek nagyon mászkálni. Ami játékot eddig játszottam ezen a pályán. Közben nézzük meg a statokat. Hát azokban nagyon úgy nem tapasztaltam ezt. És itt fent az erkélyen nagyon-nagyon sokan voltak. Egy másik meccsben. Azt csinálták, ez egy klán volt. Tehát azt csinálták, hogy oda beálltak mindenféle helyre, pozícióba, hogy lehessen őket, vagy le tudják magukat védeni. Na hát ez az RCXD, ez itt elcseszte. És ott kempeltek egész játék során. Tehát én nem értem, hogy egy akciójátékban, egy FPS játékban, ami ilyen pörgős általában, egy és a végére kettő. Miért csinálják azt meg, hogy ilyen szinten csak beállnak egy sarokba és ott állnak, és hogyha valaki elfut előttük, akkor csatt. Köszi, hogy velem tartottatok, a többi videó érkezik, sziasztok!